Ha érdekelnek a növényi italok, illetőleg a növényi italokból készült kávéitalok, akkor ez a videó neked szól. Eredetileg ez a videó egy nagyon hosszú rész lett volna, ahol az összes típusú növényi szerepel, de be kell látnom, nagyon kemény az anyag, ezért különböző részekre bontottam szét. Ez az első rész, ahol a ZAP italokat fogom tesztelni, azon belül is a standardeket, tehát nem azokat, amiket elláttak a gyártók barista vagy egyéb barász szóval, utalva arra, hogy jobban fog működni kávézói körülmények között. Most 6 különböző terméket fogok kipróbálni, a Joyától, Alprótól, Oltitól és a Belieftől. Amikre figyelni fogok, az a csomagoláson feltüntetett egyéb jelzések, esetleg a nyitása, textúrája, az italnak, hogy milyen gőzölhető belőle minta, lehet-e belőle mintát önteni. Nem vagyok egy nagy lettert géniusz, de ha nekem sikerül belőle mintát kihoznom, akkor bárkinek. Íz, arra is rámegyünk, ugyanis talán még a mintánál is fontosabb, hogy hogyan viselkedik specialty kávéval, vagy egy jó minőségű kávéval ezeknek az italoknak az íze. Van-e harmónia, egybe van-e, szétesik-e, savdomináns marad, bekeseredik, túl domináns lesz esetleg a növényi alapnak az íze, ezeket fogjuk kipróbálni. A videó aljában meg tudod nézni, hogy honnan szereztem be őket, illetve rárakom a teljes listát árral együtt, hogy mennyiért vettem. Bruttó fogyasztói árak fognak benne szerepelni, de hogyha vendéglátóhelyben esetleg nagykerára vagy kíváncsi, viszonyítási alapnak ez is jó lesz. Jó, akkor nézzük végig. Ezek a termékek mennek első körön. Standard Zabital kategória, Alpro, Oatly, 2 Belief termék, ebből az egyik gluténmentes, a másik mandulával kevert, majd követi a Joya, és a végén pedig egy Beliefnek egy új terméke fogja zárni, ami pedig zab és szója keveréke lesz. Az első termékünk az Alprónak a zabitalja lesz. Tekerős, kupak, kitépős, középrész, yummy, szó szerepel rajta. Vegán, az feltüntetik, jó az embereknek, jó a földnek. Más egyéb plecsni megjelölés nincs, illetve azzal még rajta, hogy laktózmentes és cukormentes. Tépjük is. Fel, aztán mehet is a buli. Természetesen az összes terméket gyártutasítást követve felrázva fogom használni. Mindegyik 5 fokos hűtőben volt előtte. Más csak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy picikét viszkózus, könnyen szétesett, el is csúszott rajta a minta, kevés volt a tartása. De nézzük a maradék tejből még egy, nézzünk egy rozettát. Öntöttem már szebbet, ebből maximum. Ez a max, amit ki tudok hozni. Textúrára, ha nézem, meg így unblock figyelgetem őket, nem annyira esnek szét, ezt jobban látjátok ti, hát viszonylag jól tartják magukat. Aztán meg is kóstolom, hogy ez mit gurít. Akkor itt van nekünk az Alpro Standard Zab itala, amit én mondjak igazán nektek 1119 forintért vettem meg. Na, kóstoljuk is meg. Mintát ezt nagyon szépet nem tudtam belőle önteni. Tartósága az jó, könnyen texturizálható volt, bár elég vékonyra sikeredett a leges legvégére. Hát akkor eljutottunk ahhoz a részhez, amikor érdekessé válik ez a dolog, hogy hogy viselkedik ez a termék kávéval. Gyengén, ugyanis specialty kávéval dolgozok, ezért nyilvánvalóan nem egy commerce egyszerű rotyra pörkölt terméket dobtam az őrlőbe, hanem egy olyat, aminek normálisan vannak ízei, aromái, savai, testessége, van neki szép keserűsége is, de nem túlzó. Ebben a zabtejben, ebben a zabitalban ez a kávé savanykásnak tűnik, nincsen balanszban a kávéval.
utólag jön egy nagy édesség, de olyan, mint a külön lenne a kávétól. Csomagolás, kinyitod, becsukod, elég egyszerűen megy, bár ez a letépkedős fül, ez néha azért beszokott szakadni, alapvetően nincs vele gond. Az ára az hardcore, tehát 1119 forintomba került ez a termék. Ahhoz képest kicsit nehézkes belőle a mintaöntés, mert elkúszik, elmászik. Tartósnak tartós, csak az íze nem működik nekem ezzel a kávéval. Na jön a következő. Itt is vagyunk. Következő termékünk, azaz Oatly-nak a standard zabitalja lesz. Amit a dobozon látsz, a felcímkézés az, hogy totál vegán, nincs benne tej, szója, meg whatever. Nagyon sok szöveg. És nézzük akkor a leíratát. Zabita hozzáadott vitaminokkal és ásványanyagokkal. Na ez a termékecske, nekünk, ugye kibukarászom a listáról, ez az a Original, 1059 forintunkba kerül. Felrázva kell kiönteni és használni. Úgyhogy csapjunk bele, próbáljuk ki most akkor az Oatly-nak a standard zabitalát. Eléggé herseg, tehát adja a hangokat. Ránézésre szerintem ez is egy kicsit ilyen szétzvonós lesz. De mindjárt meglátjuk, hogy lehet-e belőle bármit önteni. Hát ez a látvány nekem nem tetszik egyenlőre. De nézzük. Na hát ez... Itt tölt meg az első játékos. Még annyit sem tudok összekalapálni, mint az előzőnél. Akkor majd próbáljuk itt is a rozettát, a második körre. Tik-tik-tik-tik-tik, azt nézd, hogy picág. Na, legalább a veszteséget még mindig jól be tudom lőni, ha már ezekből mintát nem tudok önteni. Jó, de hát mint tudjuk, a szépség nem minden, kóstoljuk is meg őket. Ez a termék sokkal jobban működik, mint az előző. Tehát ha most gyors összehasonlítás kéne, akkor az Alpro-nak a standard zabitalát, az Oatly-nak a standard zabitala ízben jobban hozza, viszont még annyi mintát sem tudok belőle összekovácsolni, mint az előzőből. Ő egyelőre jobb, ízben jobb, kinyitás kupak szinte ugyanaz, sőt ugyanaz. Nem jön a minta, öcsém. Ennyi csak a probléma. Oké, jött a következő. Ez lesz a következő. Ez pedig a Belief-nek az organikus zab gluténmentes változata lesz. A dobozon öko certifikét található, rendes tápanyagleírat. Ha észreveszitek, már másabb a kupak, mint az előző kettőnél. Oldalra kaptak ilyen kis szárnyocskát. Kézre áll, hogyha megfogod, kontra a sima kerek tekerőshöz képest. Na de, csekkoljuk le! Ezt így mutatom. Jónak jó néz ki. Nézzük, milyen minta önthető belőle. Én is, aki nem egy nagy láttás zsonglőr vagyok, egész épp kézláb mintát tudtam összehozni. Szép fényes, hát így első körre azt mondanám, hogy kinézetre a tejjel egyenlő. Úgyhogy már elfogyott a növényi italom, ezt a szót is, hogy ezt nem lehet tejnek hívni, megjegyzem. Tehát amikor nagyon vékony lett, és már szinte semmi habom nem maradt, ez is eldolgoztam jó kasztaságosan. Hát hogy mondjam nektek, kinézetre nem tudnám azt mondani, hogy ezt nem tejből készítették, ez így eléggé patika és rendben van.
Ráadásul mindezt úgy, hogy ez elméletileg gluténmentes, ráadásul még ökominősítése is van. Jó pofának tűnik. Na kóstoljuk meg, hogy milyen az íze. Abszolút nem savanykás az ital. Tök jó komplex. Gyönyörűen betakarja az ízét. Állagra is jó. Hát én ezt nagyon nem piszkálnám meg. Ez is cukormentes, az még rajta van a dobozban, azt elfelejtettem az előbb mondani. Ja, működik. És ez nem a barista kategória. Tehát ez nem a barista verziós játék. Simán a kinézet, minta, íz alapján én át is dobhatnám egyből abba a kategóriába. Ez a klasszik Zab Öko minősítési cucc. Ez 849 forintba kerül. Ami meglehetősen olcsóbb, mint az 1000 feletti világ. Lesz még olyan, ami 1000 alatt van, úgyhogy arra kíváncsi leszek, de ez így az íze, az állaga, a textúrája alapján egyelőre ebbe a kategóriába nálam most ő vezeti a mezőnyt, tehát a standard Zabban. Zabos. Érkezik a következő játékos, szintén akkor a Beriefnek a terméke lesz, ő pedig mandulával kevert Zab, ha minden igaz, ugyanúgy rajta van a ökominősítés, és én csak közben próbálok puskázni. Igen, fermentált Zab alapú, mandula alapú, bio ital ő kezelve. Na, ez az első olyan most itt, ahol keverve van valami a Zab mellé. Úgyhogy őket is ebbe a kategóriába hagytam, mert nem csináltam egy külön egy ilyen mixture, mixi, maxi kategória az Zab domináns, tehát akkor a Zab kategóriába játszik. Na, csekkoljuk. Kupak amúgy ugyanaz, ez a könnyen téphető játék lesz. És nem kell kitépned. Hát, észre sem vettem az előzőn, olyan gyors voltam. Ugyanis kihúzza magától, tehát nem kell utólag belegyúrnod és gyűrűzned az ujjaddal. Simán nyitja. Jó, tehát itt is nagyon könnyen összedolgozható. Szép sejmes, fényes, bubimentes, kompakt az alap, ami rendelkezésre. Na, lássuk meg, hogy ezt tudok-e dobálni még valamit ebből. Aki tudna szép láttát, mint el dönteni, az biztos, hogy szebbet dobna, de működik. Tehát, ha nálam átmegy a teszten, aki nem egy nagy láttál dzsönglőr, akkor azoknál is működni fog, akik nap mint nap komolyabbnál komolyabb mintákat durrantanak a csészékbe. Kis csállé, kis nyimi-nyumi, de működik. Jó, önthető belőle minta. Most már egyedül már csak az íz érdekel. Engem, mert kinézetre megvett ez is. Akkor kóstoljuk a Berif Zab és Mandula Öko italának kapucsinója. Mandula utóízében ad neki egy kis extra finomságot, egy kis extra mandula ízt. Igazából nem tudnék dönteni, hogy melyiket vegyem meg, ha az ízre mennék rá. A Zab dominánsabb, ebből a Zab egy kicsit enyhül, és utóízében megjelenik mellette mandula. Ugyanúgy viselkedik, nem lóg ki a kávé, nem egy ilyen furcsa szétesett savanykás italt kapok belőle. Ugyanolyan jó ki tudja egészíteni ez a Zab ital, vagy mandulás Zab ital a
savasabb, gyümölcsösebb specialty kávéból készített teljes italt, mint hogyha ez egy vastag, zsírosabb, fehérjedúsabb teljes tej lenne, úgyhogy baromi jól működik vele, és még mindig nem esik szét. Tehát igazából erre is nálam nagyon-nagyon jó pontokat kap ez a termék. Na de akkor most jöjjön ezután a Joyának a standard zapitala. A következő ital az nem más lesz, mint a Joyának a standard zab itala. Nézzük, mit van rajta. Növényi hab. Szerepel rajta egy hab. Kis címke, plusz kálcium. Tehát ott van benne, nincs hozzáadott cukor. Azt is megemlítik. Mindjárt elolvassuk. Szóval a zab ital kálciummal, D és B12 vitaminnal. Nyilvánvalóan ez is UHT, mint az összes többi. Vegán, Joya World, szintén csavarós, kupakos. Úgyhogy fel is felrázzuk, aztán nyitjuk. Ez is ilyen, ez az a gyűrűs kitépés, amit mondtam, hogy néha beszokott szakadni. Szépen összedolgozzuk. Ez is, ez jól néz ki. Na, hát besírok. Még egy nát kimondok, lekapcsolom a felvételt. Jó. Szép minta önthető belőle. Ezt már látom, az első csésze az beadta. Csusszon ez is. Jó. Jöhetnek a gyors konklúziók. Hát ebből a termékből is a Joyának a tej viccesen muk. Van még egy gyártó, azt hiszem, aki ezt a nem tej-tej feliratot használgatja hozzá. Vicces, humoros. Ha-ha-ha. Szóval mind a kettő jól önthető, stabil, nem esik szét. Bár egy kicsit talán ez hajlamosabb a beszáradásra, elmattulásra, mint az eddig látott italok. Bár amelyiken volt ugye olyan hab, vagy olyan textúra, amivel tudtunk mintát önteni. Kóstoljuk meg, aztán beszéljünk egy kicsit az áráról, hogy mennyi pénzt kérnek érte. Joya zab ital. Zabos. Dominánsan, karakteresen erős zab íz van jelen. Van test, édes faktor az viszonylag kevés benne, sőt mondhatni nagyon nincs, csak annyi, amennyit a kávé átenged. Utó ízében egy kicsit száraz, tehát ilyen szárazabb zabízű italt tudsz ebből a termékből készíteni. A textúrára jó, itt már csak az íz fog dönteni. Na de, nézzük az árlistámat. Joya, miért igen, Joya, sima standard zab, 1099 forint, tehát ő is a 1000 feletti ligában focizik, úgy, mint az Alpro vagy a Oatly terméke. Igen, hát ebben a kategóriában szerintem kivégeztük, de nem, még itt letesztelem ezt a másikat, vagy amire külön kitérek, na de kanyarodjunk vissza a Joyához. Könnyen gőzölhető, letárt mintára alkalmas, ára 1000 feletti, és nála azt tudom egy picikét mondani, hogy hát igen, szárazabb, zabosabb, zabzabb, dominánsabb ízű ital, de kicsit lágyabb, gyengédebb, vagy nem annyira erőteljes karakterisztikájú kávéval használod, akkor lehet, hogy elnyomja, hogy túl domináns lesz. Édes faktor zéró benne, ezt még azért tedd a észrevételek közé. Aksi. Na, akkor jön az utolsó termék ebbe a standard, nem barista névvel ellátott zabital világban. Oksa. Utolsó termék, szintén a Berif-től érkezett hozzánk. Ugyanúgy, mint az összes többi, ez is ezzel a füllel ellátott nyitóval rendelkezik, közben gyorsan felrázom nektek. Ugyanúgy ökominősítésű, azt mondja, hogy Berif bio, organikus, öko, növényi ital, összetevők víz,
hámozott szójabab az 5%-ban tartalmazza, akkor gluténmentes, teljes kiörlésű zab, és az összes többi, ami ebben szokott lenni a tengeri sóig is. Jó, akkor ezt fogom most kipróbálni, itt hagyom egyelőre ebbe a zab kategóriába, egy kevés szóját tartalmaz, de nem csináltam külön ilyen mixture kategóriát, úgyhogy itt fog ő is mérkőzni és játszani. Szép, krémes, fényes, nagyon nem tudok rá semmi rosszat mondani. Ahogy ezt eddig megszokhattuk, ettől a Berif családtól, remélem, hogy a nevüket jól mondom. A videó végén is feltüntetem, meg majd a linkbe berakom amúgy, hogy honnan szereztem be őket. Hát ezt én elcsáléztem, ekkora bújletet. Pik. Nem úgy ő is alkalmas a mintaöntésre. Tehát ha én egy ilyet össze tudtam hackelni, akkor bárki más is tud. Hát azzal van a baj, hogy itt lent tartom a pulton, hogy lássátok. És megpróbálom úgy, hogy kézbe veszem. És úgy próbálok önteni, hát úgy könnyebb lesz. Amúgy még mindig könnyebb kézből önteni, visszahúzom ide mellő, lássátok. Tehát, ő is alkalmas a mintaöntésére, legyen az bármilyen csálé. Fényes, nem esik össze, nem szakad szét, nem úszik el, ellentart. Legtöbb növényi italnál az szokott lenni a fő probléma, hogy amikor beleöntöd, akkor olyan szinten szeparálódik a általad generált krémes, habosabb résztől, ez a likvidebb része, hogy így elcsúszik a minta, ellen marad, ez a vékony, tehát egy másodikra öntöm általában a vékonyabbakat. Itt is maradt annyi, hogy szépen kitöltse a csészét, legyen ellentere, bele tudja menni. Úgyhogy jó, jó, jó működik, happy vagyok vele. Jöjjön a kóstolás! Kerek, testes. Érdekes, mert valahogy úgy oldják meg, hogy itt is, hogy csak utóízbe dob egy kicsi szóját, de nagyon keveset, én nem vagyok nagy szója fan, legalábbis így ízre, de ez is inkább zab ízvilágot ad, mint hogy szója lenne, vagy szója zab kombó. Nem meg működik ez is. Matek, nézzük az árakat. No, azt mondja, Berif, zab szója kategóriában 849 forint. Hát egyelőre bármelyik Berif terméket csekkoltam, az 849 forintba került fixen. Amúgy webshopba vettem őket, tehát hogyha nagyker vagy, akkor valószínűleg ennél még olcsóbban is beszerezhető, mint az összes többi, hogyha ezeket nagykeren kiszolgálják, és kiadják direkt a vendéglátósoknak, akkor még jó is az ára. Tényleg rohadt jó ár. Oksa. Mi maradt még? Ezt a kategóriát? Kivégeztem. Oksi. Tehát akkor túl vagyunk rajta. Megkóstoltuk a zab ital kategóriának a standard range-ét, tehát nem a barista edition-eket. Itt akkor még egyszer gyorsan összefoglalom és bemutatom nektek, hogy kik vettek részt a teszten. Ők voltak, amik szerepeltek a tesztben. Alpro, Autry, Joya, Periftől három termék is. No, hogy nézett ki ez a teszt? Hát gyakorlatban úgy, hogy kezdjük akkor most a vesztessel. Az nem más volt, mint az Autrynak a standard zabteje, alkalmatlan volt mintaöntésre, de hát ezen nem nagyon csodálkozok, ugyanis van egy másik kiadás, az a Barista, ez vagy a következő filmbe fogod látni, az valószínűleg jobban fog szerepelni. Akkor ami nem nyerte még el a tetszésemet, az Alprónak a sima zab itala volt. Itt ízbeli problémákkal szembesültem. A Joyáé nem volt rossz, ott csak annyi volt, hogy így, itt is inkább az íz, meg az ár, persze, az, ami egy kicsit hazavert. Árérték arányban, hát ezt a hármat tudnám a Beriftől kiemelni.
Az egyik az egy gluténmentes zab volt, már így mutatom, akkor lássátok. Ő volt a gluténmentes, csak zab. Ő nagyon jó bejött, íze is jó volt, árban is. Sőt, árban ez volt a legjobb ebben a kategóriában. Azt hiszem, de majd leírom a leíratba, úgyhogy meg fogjátok találni. Volt egy mandulás variációja, hogyha ízben akarsz játszani, akkor ennyi, de a kettő között szinte semmi különbség nem volt gőzölésre, viselkedésre. A mandula íz jelenik meg az ab mellett, nagyjából ennyi. És volt ez az új termék, ez a kis keverék, ami zab szójából készült, de lesz ilyennyi a barista kategóriában is, amit kimondottam barista néven látott el, úgyhogy azt is tesztelni fogom. Ő is tök jól működött. Árban egyforma volt amúgy mind a három. Úgyhogy ár, érték, arányban íz, lattárt, beszerezhetőség ők, utána következne a, nekem azt hiszem a jója, raknám be az Alprót, és legutolsó helyre az Oatly-t. Ha tetszett ez a klasszikus zabtejek összehasonlító tesztem, akkor ne felejts el feliratkozni, ugyanis érkezni fog nem soká a barista titulósos jelölős zabtejeknek a tesztje. Kövess be az Instán, a Facebookon, hogyha kíváncsi vagy kis részletekre, amúgy meg látogass meg a weboldalamat, a attilamolnar.hu-t.